tanulmányaimat a Debrecen Egyetemen végeztem, mezőgazdasági mérnökként, majd növényorvosként diploma megszerzése után. Itt a búzakalásznál helyezkedtem el, mint növényorvos és általános agronómus. 3 éves pályafutásom alatt több OKS képzést is megszereztem. 2019 év júniusában neveztek ki a cég élére, elnöknek. Jelen pillanatban 28 emberrel dolgozunk. A Hajdúszoboszlói Búzakalász Agrár ZRT 1400 hektáron gazdálkodik, integrációval együtt, többek között őszi búzatermesztéssel, takarmánykukorica, csemegekukorica, zöld borsó és magas olajsavas napraforgó termesztésével. Jövő évi terveink között szerepel, hogy Hollandiába vetőmagot fogunk exportálni facéliából és olajretekből. Már gyermekként megtanultam, megtapasztaltam az intenzív kultúráknak a termesztését. Ezt próbáltam kamatoztatni a későbbi életembe is. Itt a Hajdúszoboszlói Búzakalász Agrár ZRT-ben is a hagyományos technológiák mellett természetesen van nagyon sok intenzív kultúránk. A fiatalítás itt nálunk 2 szegmensből áll gyakorlatilag. Az egyik a már meglévő fiatal dolgozók megtartása és újak felvétele. A másik, ami azért szintén régmúltra tekint vissza, a Hajdúszoboszlói Bocskai Szakközépiskolának a diákjait is műhellyel látjuk el, ahol el tudják sajátítani a mezőgazdasági gépész és a gépésztechnikus alapszakokat. Majd azokat a diákokat, akik nagyon jól tanulnak, álláshelyjel kínáljuk itt a Búzakalász Agrár ZRT keretein belül.